kék villám gyakorlat keretében a 86-os helikopter dandár eszközei áttelepítésre kerültek, amelyeknek a feladata a járőrözés, felderítő információk gyűjtése lesz. A kék villám gyakorlat az egybeesik az adaptív huszár gyakorlat alfa fázisával, ami gyakorlatilag az előkészítő fázis. Nagyon fontos az látni, hogy most először együttműködésben a civil szférával, a védelmi igazgatással fogják erőink a feladataikat megoldani, hiszen a Magyarország védelme az egy közös feladat.